Jó napot kívánok! Önök Kultúrszoba című műsorunkat látják, tartsanak velünk! Egy út kezdete kert, legelő halastó, kiállítás Pál Gábor természetfotóiból. A Gemenci erdő szerelmese, a világjáró kalandor. Csuka Ferenc alias DJ Pike, közel 50 év a keverőpult mögött. Pál Gábor hobbifotós első kiállítása nyílt meg a Sojmár Imre Városi Könyvtárban. A bonyhádi származású fényképész a természet csodáit kapta lencse végre. A tárlatot a helyi fotóklub vezetője, Kirtné Máté Réka nyitotta meg, aki elmondta, a természetben nyitott szemmel kell járni, hogy meglássuk élővilágunk szépségeit. A fotózás azért különleges, én úgy gondolom, mert hogy olyan pillanatokat tudunk átadni másoknak, amit esetleg mások nem láthatnak. Ezek most itt természetfotók, és a természetfotó megint egy nagyon külön kategória, hiszen az emberek azt hiszik, hogy a hobbifotóról beszélünk, az a természetfotó. Holott, ha jobban belegondolunk, talán a legnagyobb felkészültség, tudás, tapasztalat, akár idő egy természetfotóhoz kell, egy jó természetfotó, hogy elkészüljön. Én úgy gondolom, hogy a mostani tárlaton látható 28 kép bizonyítja, hogy Gábor erre nagyon jó felkészült, nagyon színes egyéniség, több helyszínen, többféle állat, négy lábú, két lábú, lábatlan állat is megtekinthető, és én ajánlom mindenkinek a tárlatot. Fiatalkorát Bonyhádon töltötte, majd a fővárosba költözött. Családjával rendszeresen visszalátogatnak a kedvenc, fotós helyszíneikre, főleg a hónikpusztai halastavakhoz. Mostani kiállításnak a témája az a kert legelő halastó, azt úgy is mondhatnám, hogy az első lépések, mert ezt mindig, amikor hazajöttünk Bonyhád Szekszárdra, itt a környéken a hónigon fotóztuk a legtöbbet, és hát, hogy mondjam, tehát a témáját adta az, ami nekünk csak szabad idő eltöltés volt, hogy itt fényképeztük a legtöbb állatot, főleg vízimadarakat, és akkor ennek kapcsán jött az, hogy annyi fotónk összegyűlt, hogy a feleségem is jófokon volt egy kiállítása. Ugyan ezekből a témakörökből nekem meg most az édes testvérem segítségével itt Bonyhádon az első fotókiállítás. Úgyhogy ennek a témája lett ez a kertlengelő halastó, mert van olyan kép, ami anyunak a virágos kertjébe készült, a legtöbb ugye a hónignál a halastóba, vagy halastónál, de hát vannak olyanok, amit így jártunk a kertünkbe, egy-egy legelőn lőttünk például. Középiskolában én erdésztechnikusnak tanultam, Bonyhádra is 10 éves koromban kerültem egy kis faluból, hogy a természet közeliség, a természet szeretete az nagyjából innen ered. Aztán az élet úgy hozta, hogy Budapestre költöztem, azóta ott dolgozom, ott élek, viszont a természetbe való kirándulás, meg a hobbiként kezdődött fotózás, ez a kettő így karöltve mindig visszahúzott bennünket ide a környékre. Tehát fiatalkoromban a mecseket túráztuk, mecsekbe tettünk túrákat akárhányszor lehetett minden évszakban, és ahogy ehhez a kirándulós hobbihoz hozzájött a fotózás, úgy adódott a dolog, hogy akkor a természetet próbáljuk fotózni, az állatokat próbáljuk fotózni, és az első lépéseket így a családommal karöltve együtt tettük meg, mint egy közös szabadidő program gyanánt. Én nem tanultam fotózni, ez csak hobbi szinten alakult, de hogy komolyabban foglalkozni 3-4 évvel ezelőtt kezdtünk el, akkor vásároltam az első tükörreflexes gépet, akkor kezdtem el belemélyedni az objektívekbe, és akkor úgy, ahogy a feleségemmel, akinek szintén
ez egy érdeklődési köre volt, akkor ketten karöltve egy közös hobbiként ezt mindig komolyabban csináltuk, és akkor lettek komolyabb gépek is, meg komolyabb objektívek is egy idővel, ahogy fejlődtünk, és így alakult ki az, hogy fotózunk. Gyerekkorom, ugye a mat is nagyon közel töltöttem a természethez, azt töltötte ki az érdeklődési körömet, eredetileg erdésznek tanultam, tehát az is benne van a dologban, és ez így adta magát. A városi fotózás, a városi környezet az annyira inkább a munkához kötődő mindennapjainkat tölti ki, hogy az nekünk valahogy egy kicsit így kívül esik az érdeklődési körön fotós szemmel, bár ott is vannak nagyon jó pillanatok. Az alkotó elmesélte, mely fotó számára a legkülönlegesebb. Talán a két harkály vitatkozása az a kép, mert az teljesen véletlenül sikerült, ahogy elcsörrentettük a fejem fölött, és séta során, ahogy éppen be volt állítva a gép, ahogy épp a kezembe volt, utánuk lőttem egy sorozatot, és ez az egyetlen egy kép, ami sikerült, és pont úgy sikerült, hogy tetszik is. Tehát a legnagyobb mázli, azt hiszem, ez a kép. A kiállítás január 31-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében. A magyar kultúra lovagrendjével kitüntetett természetszerető és vele harmóniával levő kalandor, természetfotós és egyéb szerteágazó tevékenységet folytató decsi kötődésű Alexandra Maneát ismerhetik meg ma közelebbről, aki immáron a Tolnatej televízió csapatát is gazdagítja tapasztalatával. Ismerjék meg közelebbről. Nincs beszédesebb és sokat mondóbb anyag valamiről, mint egy megfelelő kép, legyen az rajzolt, festett vagy fotózott. Egy jó kép többet ér ezer szónál. Hasonlóan vallja Alexandra Manaea is, aki azonban gazdag történetekből sincs híján, de kezdjük a történetét az elejéről. Az életemet egészen pontosan Ostfildenruidban kezdtem, ez Baden-Württemberg tartományban van, Dél-Németországban, és ott is gyerekeskedtem. Hát ami gyerekkorom nem átlagosnak mondható, mert súlyos asztmám volt, most már egész jó tünetmentes vagyok, köszönhető ez a természet közeli életmódomnak egyébként. És nagyon sokat segített a természet ott is, abban, hogy ezt a nehéz időszakot túléljem gyakorlatilag. Most itt féltem ezt kimondani, ezt a szót, de igen, ez a túlélésemről szólt. És ez úgy nyilvánult meg, hogy például megfigyeltem a csigákat, ahogy lerakják a tojásaikat a földbe, ezt én végig dokumentáltam, ez volt az első ilyen munkám, amit lehet mondani, kb. 10 éves voltam. Az első portrémat a 1980-as évek első felében készítettem, amikor karácsonyra kaptam a szüleimtől egy babafejet, egy élethű emberfej nagyságú babafejet, hosszú szőke hajjal, smink cuccal, hajápolási cuccokkal. Én elkészítettem gyönyörűen, és volt egy polaroid fényképezőgépünk, ami nagyon-nagyon menő volt akkoriban, azonnal kijött a fénykép ugye a szerkezetből. És hát anyukám nem örült neki, mert körülbelül a 88. Ugyanarról a babáról készült fotónál azt mondta, hogy na jó, ez így azért elég drága mulatság, mert tényleg marha drága volt az a speciális papír, de hát én ezt nagyon-nagyon élveztem. Ezekből a korai tapasztalásokból jött aztán az örök szerelem a fotózás az életébe. A rendszerváltáskor költöztünk Magyarországra családommal, és itt ismerkedtem meg a Kárpát-medence csodáival, mert ugye ez azért a Mennyország kapuja, ezt elmondható, annyira gazdag és hihetetlenül gyógyító növényekkel rendelkezik, és az egész élővilága engem lenyűgözött, főleg a gemenc.
Igen, hát ez az én szívem csücske. Tényleg nagyon szerencsés vagyok, hogy rengeteg nemzeti parkban fotózhattam a világ számos táján, de Gemenc mindig is visszahúz, és ez most is így történt. Mindig lüktető víz energiája ugye megfigyelhető, és nincs két egyforma évszak, nincs két egyforma év vagy hónap. Mint mondja, egy jó kép megragadja a tekintetet, nyugalmat, harmóniát sugároz, vagy drámaian felkavar. Ez a játékosság a színekkel, fényekkel, élességgel, a lényeg megragadása szemmel látható valóság mértéktartó, hangyányi eltúlzásával, ami igazán vonza munkája során. Már elmondhatom, hogy 53 országot jártam meg és fotóztam meg, tehát nem mint turista, hanem tényleg tudtam a helyi kultúrával, emberekkel ismerkedni, ételekkel, szokásokkal, de alapvetően mindig a természet az, ami engem lenyűgöz és érdekel, tehát onnan közelítem meg a kultúráját is, vagy ha az emberekről van, hogy először a természetet derítem föl, amiből a legtöbbet lehet megtudni, tehát egy jó felkészülés egyébként. Hogy mi az, ami a legjobb, legnagyobb hatással volt rám Gemencen kívül, ezt nehéz megmondani, de talán a természetnek a legnagyobb rezgését távol-keleten, Borneo szigetén éreztem, és ahol ezt a vad természetnek a ritmusát lehetett még érezni, ez a Yucatán félsziget volt, és az a közép-amerikai térség, ami mindig dolgozik bennem egyébként, mert egy hosszabb időt volt szerencsém eltölteni. A Yucatán félsziget a maja civilizáció bölcsőjeként nem csak a régészek mekkája, hanem a fotósok által is kedvelt úti cél, amit homokos tengerpartjai, csodálatos kézműves termékei, gazdag folklórja és kiváló konyhája révén egyben Mexikó legnépszerűbb nyaralóhelyévé is teszi. Egy-egy pillanat megosztásának leghatékonyabb és leglátványosabb módja pedig kétségtelenül a fénykép, különösen korunkban, amikor már könnyen megtehetjük. Én szeretek úgy fotózni, hogy célt tűzök ki, mit szeretnék megfotózni, az, hogy nézzen ki, szeretem megalkotni a fotónak a hátterét is, az egy nagyon-nagyon izgalmas játék számomra, hogy milyen ritmus, milyen színeket komponálok bele. És ha abba a fotóba egy növényt vagy egy állatot képzelek el, ugye nekem arról az állatról ismernem kell mindent. Milyen az életritmusa, mit táplálkozik, mikor megy inni, hol van a legközelebbi forrás, ahol vizet tud inni. Ugye ez egy fontos szempont, mert ott azért összegyűlnek általában az állatok a víz mellett, tehát hogy érdemes azt kitűzni célul, hogy annak a környezetében fotózni azt az állatot, vagy a növényről is, tehát hogy ott mikor virágzik, például tehát van olyan fotóm, ahol egy virágot szerettem volna ábrázolni úgy, hogy mögötte a nap lemenjen. Tehát, hogy én nagyon imádom az ellenfényt felhasználni. A fényképezést használom föl, ahhoz, hogy a mondani valómat át tudjam adni, és ez mindig a természet egyébként, az az ihletadóm. És addig, amíg az ember egészen a benseig nem hatol adott témának, addig nem is tudja ezt átadni, és nem is tud a kérdésekre válaszolni. Mert amikor egy kiállításom van, én szeretem annak a visszajelzéseit felhasználni a következő anyagomhoz. Tehát onnantól kezdve, hogy egy kollekciót összerakok, ott annak Tehát az, amikor kikerül egy kiállításként, az onnantól kezd el élni. Persze az élmény, a megfigyelés, az emlék, a benyomás, a tapasztalat és az új ismeret az első és legfontosabb. Így nem meglepő módon az újdonság iránti vágy a karrierben is rátalált, így nem csak mint kalandort, de munkatársat is köszönhetjük. Hogy csöppentem bele a média világában, egészen véletlenül, de nem hiszek a véletlenekben. Van egy számomra nagyon kedves hölgy, aki kínai asztrológiával foglalkozik. Többször dolgoztunk is együtt, és ő
látott egy hirdetést, hogy a Tornatáj TV-nél keresnek riportert, illetve szerkesztőt, és elküldte nekem, hogy te ide nagyon jó lennél, meg hát tudta azért az előzményeket, sokszor szoktunk hosszú beszélgetéseket folytatni, és akkor én elküldtem az önéletrajzomat, és már is jött a következő nap a telefon, hogy akkor beszélgessünk, hogy egyáltalán alkalmas lehetek-e erre, úgyhogy most tanulom. Csuka Ferenc alias DJ Pike él-hal a zenéért és a technikáért. Lassan 50 éve diszkózik, és esze ágába sincs abba hagyni a szórakoztatást. A következő percekben az örök ifjú DJ mesél az életéről, a diszkózásról. Én már ükszülőkre visszamenőleg tornai származású vagyok, úgyhogy igazából a Szedresben van talán egy ága az ükszülői rokonságnak, de mindenki itt van Tornán, apai anyajágon is, úgyhogy tényleg ilyen törzsgyökeres tornainak vallhatom magam. A gimnáziumban ott ugye belekényszerültünk félig, meddig úgy éreztem legalábbis, hogy belekényszerültem a német nyelvtanulásba, és abszolút nem feküdt ez nekem. És amikor harmadik osztályban lehetett választani egy elektronikai irányítottságú gyakorlati foglalkozás és a német nyelv között, akkor nyilvánvaló, hogy a gyakorlati dolog felé tendálódtam, és hát ott kezdtünk el elektronikákat építeni, ismerkedni ezzel a dologgal, ami nagyon kezdetleges volt annak idején, még 74-ben. Úgyhogy az akkori osztályfőnököm Pozsuszti bácsi volt a gyakorlati tanár is, és annyira megszeretette velem ezt az egészet, hogy onnan kezdve nem volt kérdés, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Ennek köszönhetően érettségi után éppen akkor indult Szekszárdon az legelső ilyen képzés, rádió, tévé, műszerész képzés, mert korábban Pécsre kellett leutazni, aki ilyenre adta a fejét. Akkor kezdődött itt Szekszárdon, és akkor egyértelmű volt, hogy oda jelentkeztem, felvételt nyertem, és aztán ugye gyakorlati helyre is kellett, mert akkor még szombaton is dolgoztunk, és ha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy 3 napot jártunk suliba, és 3 napot gyakorlati képzésre, ami a Gelka volt Szekszárdon értelemszerűen. Ott ismerkedtem meg a Kindli Gabival, ő ilyen ügyfélfogadós ember volt ott, és aztán hát ugye én már 72-ben az egyik osztálykirándulásra az egyik bogyisztói osztálytársam elhozta a kis szalagos magnóját, hogy hallgassunk zenét is. Ez ilyen többnapos kirándulás volt. És akkor ott találkoztam ezzel először, mivel nem volt annyira tehetős a családom, hogy ilyennel fel lett volna szerelkezve saját zenelejátszóval. És akkor ez volt az első lépés, hogy ilyen kell nekem is. És aztán egyszer meglepetésszerűen talán még egy fél éven belül a szüleim megajándékoztak egy ilyennel, és akkor onnan kezdve elindult az őrület a zenegyűjtés mindenféle formában, akár szokorrádióról, mikrofonnal, úgyhogy el lehet képzelni, ez milyen minőség volt. És a lényeg az, hogy a Gelkánál pont a Virág Ákoshoz kerültem, aki az akkori hifi technikának a javításával foglalkozott, lemezjátszók, bakelit lemezjátszók, meg szalagos magnók, és akkor hát behordtam oda a saját már meglévő szalagjaimat felvételekkel, és ott hallgattam, meg hát úgymond próbáltuk, teszteltük a javított készülékeket, de ezt hallotta meg a Kindli Gabi, és egy hétvégén kölcsön kérte tőlem a szalagjaimat, hogy átmásolna magának otthon pár zenét, és akkor úgy jött vissza hétfőn, hogy milyen jó diszkót csinálta az én szalagjaimmal. Na és akkor innen kezdődött, hogy akkor miért ne csinálnánk együtt, és akkor jártuk ott, ugye ő kismorrágyi származású, és akkor Bonyhád és Bátaszék közötti útvonalon vannak ezek a falvak, ott kezdtük el ezt az egész diszkózás témát. Akkoriban még ez messze nem volt üzlet, hanem inkább hobbi és ilyen hétvégi szórakozás, úgyhogy ja. Aztán hát szétváltak az útjaink, mert Gábor ebben jobban látta az üzleti részét, aztán hát ismerjük, hogy hova is nőtte ki magát. Én meg mindig inkább ilyen háttérembert játszottam, tehát én nem vágytam a Rivalda fénybe, hogy én legyek az első ember, hanem
inkább a háttérben, engem inkább a műszaki része érdekelt mindig is, meg hát a zene szeretet, úgyhogy zenegyűjtés. Itt voltak különböző buktatói a szórakoztatóiparnak, és én azért tudtam talán ezeket túlélni és túllendülni rajta, mert sohasem csak ebből éltem meg, tehát ez nekem nem egy megélhetési forma volt, hanem valóban egy olyan hobbi, amit úgy tudtam űzni, hogy közönséggel együtt. A füstgép, amikor bejött a piacra, de olyan irdatlan pénzbe kerültek, hogy főleg itt vidéken nem voltunk képesek megvenni, és akkor szintén ilyen házi tákolású, étolajat használó masinával működtünk, és az egész diszkónak olyan szaga volt, mint a Laci pecsenyének az légetett étolajtól. Úgyhogy hát igen, mindig ugye szegény ember vízzel főz alapon, mi igyekeztünk házilagosan, amit csak lehetett megoldani. Annak idején valóban délután 3-4 órakor kezdődött a diszkó, és legkésőbb 10 órakor otthon voltunk. És a váltás az akkor történt meg, az én életemben legalábbis, azt hiszem az olyan 95-6 körül volt, amikor azért voltak már komoly éjszakai diszkók, ugye főleg ott a környékünkön, arra gondolok, hogy 91-ben nyílott Domboriban az El Palácsó, ugye a Palának a fixre telepített diszkója, és de mondom, a váltás az ott történt, hogy itt Tolnán a művelődési házban délután 4-től este 8-ig tini diszkót tartottam, és akkor 10 órától, akkor éppen Fácánkertben vagy Faddon kezdődött az éjszakai diszkó. De 10 órakor már ott volt a nép. És nem is foglalkozom az évek számával. Ugye erre van egy jó mondás, hogy mindenki olyan idős, amennyinek érzi magát. És lehet, többen azt mondják, hogy valószínűleg annak köszönhető, hogy rengeteget mozgok fiatalok között. Tulajdonképpen a jelenlegi barátaim is, akikkel akár szakmailag, akár magánélet részéről vagyok kapcsolatban, több évtizeddel fiatalabbak nálam. Talán az is egy szerencsés része volt az életemnek, hogy amikor ezt az egészet elkezdtem, akkor tulajdonképpen már nős voltam, és a feleségem pedagógus lévén automatikusan bekerültem a tolnai iskolák életébe. Ugye iskolákban is azért léptennyomon szükség van a technikai emberre, szükség van a diszkósra, mert ugye vannak farsangi, karácsonyi, egyéb rendezvények, amikor akár csak hangosítás szintjén, vagy akár a gyerekeknek való zenélés feladatával ott kellett, hogy legyek. És mivel szerintem minden túlzás nélkül mondhatom, hogy valóban egy megbízható, precíz ember vagyok, magányos, farkas jellegű vonulat van ebben a tevékenységben, hogy én szeretek mindent egyedül megcsinálni, amit egyedül képes az ember. Úgyhogy én még a mai napig is egyedül viszem a holmimat, egyedül pakolom be az autóba, ki az autóból, a helyszínt egyedül építem fel, lehet az bármekkora rendezvény, mert azt vallom, hogy ha az ember elégedett akar lenni, akkor a saját munkájával lesz elégedett. Most bárki bármilyen jótékony szándékkal igyekszik segíteni, az sosem lesz olyan, mint az embernek a saját elképzelése, a saját elvégzett munkája. Úgyhogy ez talán egy ilyen mondhatni azt, hogy már egy ilyen vénfejű gondolkodás. Nagylányom, ő nem sokat tartózkodik itthon Tolnán, ennél fogva ugye a rendezvényeimről is csak elbeszélés folytán tud.
bár az elmúlt 4-5 évben elég tevékenyen kiveszi a részét a lemezlovordás rendezvényekből. Egyetlen egy a Szilveszterova például a feleségem eljön velem, mert ő hozzám hasonlóan nem annyira szereti a rivaldafényt, úgyhogy inkább a háttérből segíti az ilyen tevékenységemet. De a Szilveszter ugye az egy olyan éjszaka, amikor ő is szeret velem lenni, és eddig még minden alkalommal elkísért. Egy nagyon kedves, közös ismerősünknek köszönhetően ugye a tényleg a kezdet-kezdetén, így a 77-78-as időszakban, azt hiszem éppen Cikón, tehát az említett Bátaszék Bonyhád közti települések közül éppen Cikón voltunk egy ilyen említett diszkón, és hát ugye a barátok mindig eljöttek velem, mert akkoriban ugye még ott lehetett jól ismerkedni, csajozás címszó alatt eljöttek mindig, és volt egy ilyen hajnalunk, amikor már összepakoltuk a cuccot, már bezárták a műfázatot, támaszkodtunk az autóknak, vártuk, hogy Béla barátunk is előkerüljön. Ugye akkoriban nem volt még mobiltelefon, még csak a gondolata sem volt meg a fejünkben. Nem tudtuk, hogyan értesíteni, hát kiabálgattunk, hogy Béla, 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 és egyszer csak kivágódott egy kapu. A domboldalon volt egy ház, kivágódott egy kapu, Béla lobogó olyan rohant, mint a megveszekedett ménkő, és megjelent mögötte egy bácsika a kaszával, és betyár, mert a lányomat így, meg úgy, meg amúgy, és hát akkor gyorsan kellett távoznunk a helyszínről. Csak az egészség megmarad, addig szeretném csinálni, hiszen a zene szeretetem, meg a szórakoztatás öröme az megmarad bennem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!